barátja vagyok. Így hát teljesítem parancsát. Elhozom neki Krisnát és Balarámát. Vajon miféle jólból tetteket hajtottam végre a múltban? Melyek lehettek azok, hogy most lehetőségem nyílni, találkozni az Úr Krisnával és az Úr Balarámával, Vrindávanban? Nem, az nem lehet. Nem vagyok méltó arra, ahogy a materialisták felfogják az Istenről szóló tanításokat. De Krisna megyéből bármi lehetséges, ahogy a folyó hullámán sodódó tűzszál partra vetődhet és menedékre lehet. Krisna megyéből az anyagi létezés hullámain hánykolódó, feltételkhez között lélek is megmenekülhet. És ha ő úgy akarja, akkor már láthatom őt, akit a legnagyobb misztikus jogi szeretnének megpillantani. Mondta, milyen kegyes voltam, elküldött Krisnáért és Balarámáért. A mai napon minden eddigi bűnöm visszaadása megsemmisül, és emberi életemet siker fogja koronázni. A múltban nagy szentek és bölcsek menekültek meg pusztán azáltal, hogy megpillantották Krisna lótusz lábainak csillogó körmét, gyönyörű arcát, orrát, csodálatos mosolyát, pirakával díszített homlokát, hullámzó fekete haját. Ma biztosan megállítom neked. Krisna lótusz lábainak csillogó körmét, csodálatos arcát, orrát, gyönyörű mosolyát, pirakával díszített homlokát, fekete haját. Ma biztosan megállítom ezeket, hiszen ma az őzek minden jobb oldalon, hogy halad.